Az élőmunka igényes ágazatokban, mint például a sütőiparban nehéz fedezniük a cégeknek a megemelkedett minimálbérköltségeit. A munkabér és a járulékok kifizetése akár 8-10%-kal is növelheti a vállalkozások bérkiadásait, ezért a pékáruk emelésén is gondolkodik a Pékszövetség. Évelei bérszámfejtés egy nyíregyházi sütőipari cégnél. A vállalkozásnál minden foglalkoztatottra szükség van, ezért dolgozót nem bocsátanak el az üzemből, mondta el a cégvezető, aki szerint akár 10%-kal is emelkedhetnek a bérköltségeik januártól. Hatványozottan jelentkezik nálunk a sütőiparnál a minimálbér emelkedés, hiszen a sütőipar területén döntően szakmunkásokat kell, hogy alkalmazunk. A boltosainkban is ugye kimondottan szakmunkás bizonyítványi rendelkező eladókat kell foglalkoztatnunk, és ugye ezeknek a dolgozóknak a munkaidőnk a nagy része éjszaka, illetve délutános műszakra esik. Tehát emiatt a megnövekedett minimálbér, annak a járulékai és hozzá kapcsolódó pótlékok többszörösen érintik az ágazatunkat. 2016-ban 111 ezer forintra emelkedett a minimálbér, a garantált bérminimum, amely a szakmunkás dolgozókat illeti meg, 129 ezer forintra nőtt. Ugye maga a minimálbér 1,7%-kal emelkedett, hozzátesszük a pótlékokat, akkor ez egy 8-10%-os költségnövekedést jelent a sütőipar területén, amelynek a kigazdálkodása, én úgy gondolom, hogy elég nehéz feladat lesz a sütőipar területén. Amennyiben az egyéb költségek is emelkedni fognak, akkor sajnos kénytelen lesz a sütőipar némi állat emelni. A vállalkozások az 50 év feletti munkavállalókat szívesen foglalkoztatják, és az utánuk járó adókedvezményeket igénybe is veszik, ám a 25 év alattiak között nehezen találnak szakembert. A sütőipari ágazatban egyébként nincs elég szakmunkás. Nálunk is vannak, akik 50 év fölöttiek, tehát azoknak a kedvezményét mindenképp igénybe veszük. A nagyobbik probléma a fiatal pályakezdőknek a foglalkoztatása, ami nem csak a sütőiparban, hanem a többi ágazatban is jellemző. Nem nagyon akarnak dolgozni a sütőiparban a fiatal munkavállalók, a fiatal végzettek. Nálunk ugye az éjszakai és a hétvégi műszak miatt hatványozottan jelentkezik az, hogy nem szívesen dolgoznak fiatal munkavállalók, tehát azt a másik végét a fiatal koroknak a kedvezményvételét azt nem jellemzően tudjuk azt végrehajtani. A vállalkozások fejlesztéseikhez 2016-ban jelentős Európai Uniós támogatásokat tudnak igényelni a gazdaságfejlesztési operatív programokból. Ezek nagy részét eszközfejlesztésre és foglalkoztatásra fordítják majd. Információink szerint a 16-os évtől kezdődően nagyon nagy támogatási intenzitással, nagyon nagy forrás van a feldolgozóiparnak a fejlesztésére, ami nagyon is rá is fér el az ágazatra. Comba Csaba a vendégem, a VOSZ megyei elnöke, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Több mindenről tudunk az év elején beszélgetni, de kezdjük talán ezzel, ami a legfontosabb, hogy emelkedett a minimálbér és a garantált bérminimum is. Amikor elindultak még tavaly év végén a bértárgyalások, nem volt teljesen egységes a kép, nem minden szervezet, szakszervezetnek volt azonos az álláspontja ebben a kérdésben, ebben a tekintetben. Miért? Hát igen, talán azzal kezdeném, hogy ugye a VOSZ is minden évben tárgyal a minimálbérről, illetve a garantált bérminimumról. Főtitkárról felszoktuk hatalmazni egy közös döntése, hogy milyen mértékeket képviselnek ezeken a tárgyalásokon. Úgy indultunk el, ez volt az első elképzelés, hogy a gazdasági fejlődésnél, a GDP növekedésnél nagyobb ne legyen lehetőség szerint. Ez adja egy alapot arra, hogy hol mehetünk el a minimálbérrel. Végül is aztán döntésünk az lett, hogy 4,6, illetve 4,7%-kal, 4,9%-kal megy el a tárgyalásokra. Ez valamikor tavaly október környékén volt, amikor indultak ezek a tárgyalások, majd ez decemberre gyorsult fel, amikor már több érdekvédelmi munkaerő, érdekvédelmi szervezet is támogatta az elképzelésünket. A szakszervezetek ezzel szemben 13%-ról, illetve 9%-ról indultak, tehát a minimálbér vonatkozásában 9%, és azt hiszem 13% a garantált bérminimum vonatkozásában. Ők akkor lementek 7-re is, és 7,8-ra vagy 9-re, ha jól tudom. Ekkor mi is feljebb mentünk, és így alakult ki az 5,6 a minimálbérre, a növekedésre, és a garantált bérminimumra pedig az 5,7%. Ezt aztán elfogadta
gyakorlatilag a munkadói szervezeteknek a többsége. Egyről a Magyar Szakszervezeti Szövetség nem írta ezt alá, ez december 22-én történt ez a megállapodás, amikor is a minisztérium képviselője is ott volt ezen a megbeszélésen, és tudomásul vett, hogy ezzel fogjuk képviselni. Ez a versenyszféle a konzultációs fórumán, ami a kormánnyal folyik, és ez lett a megállapodás, ez a mérték, az 5,6 és 5,7%. Jó, hallottunk egy példát, hogy milyen ágazatban jelenthet ez problémát, gondolt ennek a kigazdálkodása. Miért jelent ez a mértékű emelés ilyen nagy gondot a kis és közepes vállalkozások számára? Nézze, hát a gond mindig, nem csak a béremelés önmagában a gond, hanem az, hogy a járulékterhek viszont nem csökkennek ezzel párhuzamosan, ami a VOSZ-nak is, és gyakorlatilag minden munkadói szervezetnek a több éves programja, talán évtizedes programja, hogy a járulékterheket csökkenteni kellene. Ez most ugye 28,5% a bérre rakodó járulék, ebben még nem partner a kormányzat, se egy kormányzat sem volt, hogy ezt lényegesen csökkentse. Ugyanis, hogyha ezt a 5,6 és 5,7%-os bérnövekedést a minimál bér és a garantált bérminimumnál elvégzik majd a vállalkozások, akkor a járulékterhek is ennyivel fognak nőni. Tehát, amit befizetünk az államnak. Ezért ez egy plusz teher a vállalkozásoknak, amit szeretnénk csökkenteni, és ebben még nem kaptunk pozitív visszajelzést, hogy ez is csökkenhessen majd a rárakódó teher, a bérekre rakódó teher. Jellemző az, ami pár évvel ezelőtt jellemző volt, hogy ahogyan emelkedett a minimál bér, sok helyen álláshelyek szűntek meg, dolgozókat kellett elbocsátani? Hát nézze, ez a minimál bér emelés egy megint, azt hiszem 2002 vagy 2003-ban volt ilyen mértékű, azóta nem volt ilyen mértékű minimál bér emelés. Valóban nagyon sokan nem tudják még ezt sem kigazdálkodni, sok olyan terület van, ahol ez olyan gondot vagy terhet jelent a vállalkozásnak. Építőiparra gondolok itt, akár a kereskedelemre is, hogy ez nem tudja megteremteni hozzá a fedezetet. Nem nő annyit a forgalom, nem nő annyit a bevétele, amiből a fedezet erre megteremtődik. Milyen az adózási rendszer most 2016-ban, hogyan változik a vállalkozói szemmel, hát, a kis és közepes vállalkozások milyen állásponton vannak? Az imént hallhattuk, hogy ugye az egyik szektorban, most az építőiparban csökkenni fog az áfa, ez egy jelentős változást idézhet elő, generálhat, de hát a többi, a versenyszféra többi ága. Hát az építőipar az egy külön terület, az egy egész speciális terület, ott nagyon helyes, hogy csökkenni fog az áfa. A többi területen, hogy lesz-e változás, azt még azért nem tudjuk, nagyon évelején vagyunk, talán egy kicsivel később, mondjuk fél évkor már látunk majd adatokat, hogy mennyire javul a helyzet, akkor talán térjünk vissza erre a kérdésre, hogyha lehetséges. Hogyha megnézzük az elmúlt évet, a 2015-ös évet, akkor mit mondaná el azzal kapcsolatosan, hogy többféle támogatás, állami támogatás, Európai Uniós támogatás is most a megnyíló keretek arra törekszenek, hogy a kis és hazai, tehát a hazai kis és közepes vállalkozásokat stabilizálják, erősítsék, illetve korábban szó volt arról, hogy bizonyos szektorokban feltőkésítik a kis és közepes vállalkozásokat. Milyen kondícióba kerültek a vállalkozások az elmúlt évben, az elmúlt években? Hogyan látják most a helyzetet? Hát ez is egy folyamat még sajnos, mert a kormányzatnak az volt az ígérete, hogy már 14-ben ki lesznek írva a pályázatok. Valami kevés kis kiírás történt, de az idén várjuk azt, hogy ezek a pályázati kiírások elinduljanak majd valamikor fél év környékén. Vannak mindig aktuálisan folyó kisebb mértékű pályázati lehetőségek. A GINOB-ban is van most épp az innovációs pályázatokat nyitották épp a mai napon el, de még nem az a nagymértékű pályázati kiírás, amire várunk, vagy várnak a vállalkozások, ez még nem indult el, sajnos csúszik nagyon ez a programnak az indulása. Ugyanígy volt az előző ciklusban is, ezt hozzá kell tennem, ebben változás nem történt. Nagyon reméljük, mivel az a ígéret, illetve az a kijelentés hangzott el, hogy 60% a gazdaságfejlesztésre fog kerülni, hogy ez valóban így is fog történni. 2020-ig még van időnk, de eltelt most már ebből a ciklusból is gyakorlatilag másfél-két év, amikor nem történt még semmi. Például a hitelek, a növekedési hitelprogram, vagy a Széchenyi program hogyan segítette a kis és közepes vállalkozásokat? Segítette annyira, mint amennyire önök számítottak ezekre a hitelekre?
Magyar Nemzeti Bank növekedési hitelprogramja az egy nagyon jó program volt, illetve hát még most is működik. Ez a vállalkozás, nagyon sok vállalkozás vette igénybe, ugyanúgy a KAVOSZ működtetésében, VOSZ és Kamara vonalon elérhető Széchenyi kártyahiteleket is. Gyakorlatilag az elmúlt egy-két évben ismét növekednek ezek a hitelfelvételek. Javultak a kondíció és ezeknek a hiteleknek a hitel volumenét, mennyiségét tekintve, illetve a kamatterhek pedig csökkentek ezeknél a hiteleknél. Itt nem látunk különösebb visszaesést, tehát a vállalkozások továbbra is igénybe veszik, amely az ő működésüket segíti, mert külön hatfajta működésre használják fel. Fejlesztésre is lehet, mert a Széchenyi kártyában hatfajta forma van most, vagy lehetőség van, amit fejlesztésre fel lehet használni, pályázathoz önerő kiegészítésképpen, akkor hitelmegelőző támogatásként is fel lehet venni, agrárhitelt fel lehet venni a Széchenyi kártyában, tehát több formája van. De inkább a működéshez használták fel, és nem a fejlesztéseikhez? Hát részben. Inkább valóban a működésre talán többet használták fel, mert mindenkinek likvid pénz kell. Fejlesztésbe azért nagyon sok vállalkozás nem tud belekezdeni, mert ahhoz komolyabb tőke kell és komolyabb háttér. Egyébként ezek között, a hitelek között az agráriumban elég jelentős összeg került az elmúlt években. Ezt hogyan értékelik? Hát az agrárium az mindig egy olyan speciális terület, ahol ha esik, azért kapnak pénzt, ha szárazság van, azért kapnak pénzt. Tehát az agráriumot muszáj támogatni, mert termelni kell, mert étkezni kell. Az egy kiemelt terület a magyar gazdaságban is, egy preferált terület. Nagyon helyes, hogy a magyar kormányzat az agráriumot támogatja és kiemelten támogatja, hogy a magyar gazdák erősödjenek meg, ezt mi is úgy gondoljuk a VOSZ részéről is, hogy ez egy támogatandó terület, amit mindenképpen preferálni kell. És hát a következő években a feldolgozóipar és az élelmiszeriparra szeretnének egy jelentősebb összeget fordítani. Köszönjük szépen, Cunga úr, hogy itt volt nálunk. Kérem szépen.